Két veretlen csapat találkozott a férfi kézilabda NB1-B-s bajnokság harmadik fordulójában. A Nyíregyháza azt a Kecskemétet fogadta, mely az első félidőben igazolta, nem véletlenül nem talált eddig legyőzőre. 0-3-ról fordítottak, és attól kezdve végig vezettek az első 30 percben. A második félidő elején viszont egy 9-4-es rohammal nyitott az NKC, a csereként beálló Angelics, Bécs és Kurbe egy tartást adott az együttesnek, mely végül harmadik találkozóját is megnyerte a bajnokságban, ezúttal 28-24-re. Nem indítottuk rosszul a meccset, 3-0-ra vezettünk, ott sajnos voltak olyan hibák, ami megbosszulták magát, és ugye fordítottak egyszerűen, sőt az első félidő nagy részében azt gondolom végigvezetett. Sajnos nem volt elég feszes a védekezésünk, nem tudtunk kontratámadásokat vinni, a támadó játékunk is akadozott, úgyhogy én azt gondolom az első félidőnek ez volt a hibája, de mindenképpen készültünk arra, hogy a Fradi ellen, illetve a Balassagyarmat ellen mind a kétszer a második félidő volt az, ami kritikus pont, úgyhogy ennek tükrében kicsit másképp forgattam most a csapatot, és ez most úgy néz ki, hogy bejött. A nyíregyháziak a következő fordulóban a Mizse KC ellen lépnek pályára idegenben.